Milyen volt ez a mérkőzés? Az eredmény azt mutatja, hogy könnyen nyertél, de valóban könnyű volt ez a meccs? Hát voltak könnyebb gémek, de voltak szorosabb gémek, amiket nehezebb volt megnyerni, de sikerült is megnyertem őket. Milyen elvárásokkal érkeztél te most ide? Hát, hogy megnyerni a versenyt. Tehát a torna... Ez egy ilyen középmezőny, ezt meg lehet nyerni, ezt a versenyt. Na most itt a középmezőny, és az, hogy ilyen könnyen nyerted a mérkőzést, abból tudsz-e te is azért profitálni, tanulni valamit? Nem kéne erősebb mezőnyben játszanod? Mit gondolsz erről? Hát... Szoktunk elmenni egyes katosokra, de kell a pont, meg hogy sok meccset játszok, és akkor fogok jól játszani. És nem ez így van, hogyha több meccs van bennem, akkor jobban játszok. Ma itt, ennél az ellenfélnél mibe voltál jobb? Mi volt az erősséged? Stabilabb voltam, és nagyobb tempót ütöttem, és én irányítottam. A szervem fejlődött nagyon sokat. Mentálisan hogy állsz egyébként a mérkőzésekkel? Hát... hogy minél simábban verjem meg az ellenfelet. Tehát az európai ranglistán most a 30. Igen. Vagy mik a célok ezzel kapcsolatban, hova szeretnél eljutni? Én a top 20-ba szeretnék bejutni év végére. És akkor jövőre hogy fog alakulni? Jövőre hova lépsz tovább vagy? Hát valószínűleg a top 10-be leszek. A mostani állás szerint negyedik. A lábmunkában. Uh-huh. Meg fejbe. Na, akartam kérdezni a mentálisan, hogy mentálisan szerinted kell-e, mert a teniszben azért az az egyik legfontosabb, nem? Hogy... Igen, kell, hogy végig higgadt tudjak maradni, ne szálljon el a fejem, és ne legyek negatív, ezeken kell változtatni. Hogy készülsz általában te most ilyenkor? Most ugye azt hiszem Petrával elmentek majd edzeni egy kicsit, a igen, páros elmaradt. Hogy szoktál te fölkészülni egy mérkőzésre? A Petrával átbeszélünk mindig, hogy mit kell játszanom. Főleg, hogyha ismerik az ellenfelet, és akkor azt megpróbálom játszani. Jó! Azért ezt az elődöntőt mondhatom azt, hogy te tetted egy kicsit nehézzé magadnak? Vagy hogy alakult? Hát köszönöm szépen először is. Hát itt a 8 között elég nehéz sorsolásom volt. Megkaptam az 5. kiemeltet, ugye nála jobbat nem kaphattam volna. Már játszottam egyszer ellene az Alfa teniszíró 2-es katos döntőbe, ott 7-6-6-1 lett nekem. Nagyon nehéz meccs volt, a második szettet elengedtem, erre egy 2 órás vagy másfél órás első szettet játszottunk. Én azt mondom, hogy nyerhettem volna 2 szettbe most, 2 szorosabb szettbe. De nagyon örülök, hogy fel tudtam állni szett hátrányból. Az első szedve szerintem nem használtam a szelet, és sokat foglalkoztam az ellenféllel is, hogy magyarul gyerünközik, igenezik, és akkor utána második szedbe, meg harmadik szedbe már használtam a szelet, egyik oldalról csak a fonákjára, másik oldalról meg csak a tenyeresére ütöttem nagyjából, mert sokszor kifújta nekem a szél az ütéseimet, az ilyen pörgetéseket. Van-e tanulsága számodra ennek a mérkőzésnek? Hogy az első szettől kezdve magammal kell foglalkozni, nem az ellenféllel, mert szerencsém volt, hogy ő is olyan stabil fejbe, hogy utána ő is idegeskedett, én akkor már nem. Meg hamarabb észre kell vennem a szelet például, meg az ilyen körülményeket. Milyen elvárásokkal érkeztél egyébként ide, Mogyoródra? Én minimum elődöntőbe, de szerintem reális, hogy döntőben szeretnék jutni. És ha már eljutottam a döntőig, akkor meg is szeretném nyerni. A döntőbe ugye most úgy áll a helyzet, hogy van esély arra, hogy a Vence ellen játszatok. Már régóta szeretnénk egymás ellen játszani. Minden versenyben kb. Együtt megyünk, és ugyanott kapunk ki mindig, soha nem jött össze még eddig a döntő. Mindig a döntőbe találkoznánk, de hát valamelyikünknek nem sikerül, vagy egyikünknek sem. Mik a terveid még itt évvégéig? Mennyire számít neked a ranglista pont? Hát számít, de nem annyira jó meccseket akarok játszani. Megyünk Vencellel sok egyes katosra, meg ugye ilyen 2-es katosokon is erős a mezőny. Én nem is voltam 3-as katoson, csak egyen idén, itt Mogyoródon.
Hát sajnos a kéztörésem miatt annyira nem vagyok elő most a ranglistán. Visszacsúsztam a 22. helyről akkor az 50-re. Szépen építkezem vissza, de annyira nem számít. Hogy vertem már meg 15-et, ranglista nem számít annyira, szerintem. Mi az, amiben a játékban most szeretnél még fejlődni? Mit érzel, mind kéne javítanod? A szervámon nagyon sokat kéne javítani. Igaz, most nem volt könnyű nekem a szerva, mert már a verseny elejétől kezdve fáj a vállam, és nem tudtam első szervát ütni egész meccsen, csak másodikakat ütöttem. Szerencsére nem volt olyan nagy támadó játékos, hogy be tudja ütni azokat. Azon szeretnék egy kicsit javítani most, ezen a versenyen, meg a továbbiakban is. Az első a piac.